Karácsonyi díszben a nyíregyházi búzatéri piac. Egymás mellett sorakoznak a karácsonyfát árusító standok, és van választék karácsonyi asztaldíszekből is bőven. A halárusnál is megnövekszik ilyenkor a forgalom, hiszen a rántott hal és a halászlé már-már kötelezően a karácsonyi menü része. Idén a harcsa szeleteket 10 000 forintos kilóáron vásárolhatjuk meg frissen, de ponthoz élőhalként már 2 800 forintos kilóáron is hozzájuthatunk. Tudatos vásárlóink azért már zömével megvásárolták a karácsonyi halakat, beteszik a fagyasztószekrényükbe, illetve utolsó pillanatos vevőink is vannak, akik nyilván minden pillanatban frissen szeretnék megvásárolni a halat. Minden halból fel vagyunk készülve, nagyjából a pontyok és a harcsák fognak fogyni a legjobban, ugye ezek a halászlének sütni, rántani való szeletek. A szakember természetesen nem árulta el a piacon már jól ismert halászlé receptjét, de annyit elmondott, hogy náluk elsődleges a jó, sűrű, passzírozott alaplé. Az asztalokat nézve egyre több helyen látni a diót és a mákot is. Idén nagyon kevés dió termett, és ezért az ár is magasabb. Kilója 5 000 forint, a máké pedig 2 600 forint. A feles diókat nagyon nagy előnyben részesítik, és az olyan szépen van pucolva, hogy szinte mindegyik félbe van a dió. És így nagyon szeretik, meg pirítva szeretik, lehántolva. Enni is nagyon sokan viszik, mert tényleg nagyon finom. És itterem bújon, úgyhogy ez garantáltan tiszta helyről van, tudom, hogy ki pucolja, hol pucolják, de hát nagyon szép. A karácsonyi menünek csak a képzelet és persze a pénztárca szab határt. A piacon hazai idén jellegű zöldségekből és gyümölcsökből nincs hiány.